Szevasztok! Elindultam Szerbiába és Montenegróba. Tartsatok vele! Akkor hadd szóljon! A kaland elkezdődik. Régi vágyam teljesült egy barátaimmal meglátogattam Szerbia és Montenegró vadregényes hegyei, kanyonjai, világörökségi helyszínei. Április utolsó napjában a Motorride szervezésében 14 motorral indultunk túrát. A végcél a valamivel több mint 1000 km lévő Budva tengerparton. A 6 nap alatt bejárt fantasztikus útvonalon a természeti látványosságot öntünk, felmelegedtünk a Mediterrán Béladria partján, és barátságot kötöttünk rendkívül segítőkész, egyszerű emberekkel. Mivel az ország különböző részeiről érkeztünk, az első éjszakát jó néhányan Szegeden töltöttük. Itthonról kora délután indultam Szegedre, a Napfény városába. A szállás elfoglalása után maradt még bőven időm a belvárosra. A szegedi zsinagóga. Kellemes, meleg tavaszi délután az utcák, terek, kávézók tele turistával és diákokkal. Nem véletlenül hívják az ország egyik legszebb városának. Néhányan a szerb határon. Hát én megyek utolsóra, tehát nincs semmi baj. Csak egyedül az autópálya az, ami általában is lehet. Majd problémája van, hogy jelzi, vagy észreveszik? A horgosi gyülekező, majd egy rövid megbeszélés után elindultunk az Újvidékkel szomszédos Pétervárakra, ahol egy bőséges reggelivel vártak bennünket. Első állomásunk Pétervárad a Duna partján. Dunafölé magasodó vár valaha a Habsburg Birodalom legnagyobb katonai komplexuma volt. Norrad 500-as détonájával. Tankolás Szabácson, kb. 250 km Latibor, ma estét megállunk. A reggel után a Tarca lecségen keresztül vezetett az utó. Ez téríti el a Dunát kelet felé. Aztán kiléptünk a történelmi Magyarország területéről, egyre magasabbra kapaszkodunk Szerbia hegyeiben. Így érjük el a délutáni órákban a Tara hegységet és a róla elnevezett Nemzeti Parkot. Egyik megállunk a Podrinja kapuja kilátópont és ágó a 925 méteres tengerszint feletti magasságban. Itt lépünk be a Drina völgyébe. A Drina folyó kanyonja a világon a harmadik legnagyobb folyóvíz által vált szakadéknak számít. Aztán leereszkedünk a Drina partjára, hogy megcsodáljuk a kucsicát, ezt a sziklazátonyon álló faházacskát, amelyet a helyi kajakklub épített pihenőhelyként már több mint 50 éve. A Drina megrongálja, újraépít. A Drina folyó völgye óta a Tara Nemzeti Parkban vagyunk. Onnan körülbelül 40 km ez a faváros. A szerbiai Mokragorát az ENSZ turisztikai világszervezete tavaly a világ egyik legszebb falujának minősítette. Egy domboldalában építette fel Emir Kusturica a favárost filmforgatási helyszínnek, amely rendkívül népszerű lett nem csak a turisták, de a világ legnépszerűbb művészeinek körében is. Nézem, megérkeztünk Zlatiborba. És mindenki megvan. Még világosan érkezünk Zlatiborba.
a város 100 éve népszerű téli-nyári üdülőhely. Maradjunk annyiba, hogy ez nem székely kapu, hanem a szerb kapu. Látod, ennek a nem úgy állnak. Ezek sóherek, csak 4 darab lába van. Nincs egy cizella. És ezek is úgy állnak, mint a hint alá. Adjuk időnk egy sor. Rendkívül népszerű, több mint 9 kilométeres gondolássíg felvonulja. Ezt most kihagytuk. Reggel után azonnal indultunk a montenegrói határ felé, mert előttünk volt még egy 350 kilométeres út, nagyrészt Trnagorában, a Fekete Egyek országában, a Tarakanyonon és a Durmitor nemzeti parton keresztül. Este pedig el kellett foglalni a szállást az Addia parti útra. Meghajtószíjam a határ előtt néhány kilométerrel egy vendéglőt elszakadt. A vendéglős pázár azonnal hívta autószerelő rokonát, Núrót és Unagácsét. A szintén motoros Núró szállást szerzett, sőt délután, hogy ne unatkozzak, elvitt a szerbek egyik legszentebb helyére, az 1200-as években épült Milesevai kolostor. Másnap családlátogatás, majd a megrendelt szíj délkülül érkezett. A muszlim srácok egy óra alatt beszerelték, munkadékként nem voltak hajlandóak egy fillért sem elfogadni. Délután egykor folytathattam utam Montenegróba. Montenegróba átlépve, Gyurgyevice előtt értem el a Tarakanyon, hogy megnézhessem Európa egyik leglátványosabb hídjának, a Tarahídnak a tetejéről, Európa legmélyebb kanyonját. 2000 méter fölötti hegyek, a tetején hóval. Durmitor Nemzeti Parkban, a Tara folyó kanyonja és a hídja. 170 méter magasan ível át a folyótól. Európa legvadabb és legmegközelíthetetlenebb kanyonja, 93 km hosszú. És ott a Tara! Kanyon után a világ második legmélyebb kanyonja, legmélyebb pontja 1300 méter. A Nemzeti Park 1980 óta a világörökség része. 2000 méter feletti havas hegycsúcsok társaságában mindössze 6 fokban motorozunk. Erre azért nem számítottam. Iravundás kezdtünk otthon maradni, de nem volt időm az önsajnálatra, biztos benne, ha leérek a fennsíkról, visszamelegszik az idő. A szerpentinek és egy 50 kilométeres útjavítás miatt este 10-re értem Budvára. A srácok vártak. Gyönyörű a kilátás. Nem is emlékeztem rá, hogy Budva előtt ilyen szép kis szigetecske van. Indulok a közeli, belépődíjas Sveti Stefán szigetéhez. Szemben a Szent Miklós sziget. Ezt láttam a szállod erkélyéről. Utunk végpontja Sveti Stefán, egy szállodasziget. Bemenni mezítlábasoknak tilos. Innen visszafelé vezet az utam, közben elnézek Kotorba, mert az nekem maradt. Ez körülbelül 50 kilométeres kerülő lesz. Utána Podgoricának megyek vissza, Szerbia felé. A találkozó a többiekkel este Užicében lesz. Montenegro, Fekete hegye. Trnagora, Fekete hegye. Most megyek Kotorba. Ahogy elnézem, könnyű dolgom lesz, mert már is itt van előttem egy 1637 méteres alak. És 6 méteres hajócskámmal már jártam itt, de közúton még nem. Azért a partról sem utolsó. Magyar hadikikötő, Kattaró.
És rendőrök, rendőr! Elmentem! Itt vagyok! Kotorba, itt! A Kotori fjord vége. És a tenger. Kicsit sós, ahogy Iszkó unokám mondaná. Ez valószínűleg egy monostor ott a párkány. Végig a Kotori fjord mentén. A célom a Risáni vagy Peraszti öbölbe levő szigetecske. A fjord két oldalát közel 2000 méteres hegyek szegélyeznek. Amikor elkapott itt egy 70-80 km/h nevera, az volt ám a szél. Úgy repült az amulet, szinte kiugrott a vízből. Mamula és a Szirti Madonna szigete. Ezekért jöttem. A Peraszt előtti öbölben vagyok. A Mamula mögött nyílik a Tivati szorok. Onnan még jó néhány kilométer Herceg-Novi felé az Adria. A Szirti Madonna szigetet a peraszti tengerészek az ellenség kővel megrakott, elsüvesztett hajóiból építették védőszentjüknek. Elhagyom a Kotori öblet, megyek felfelé egy új úton, Niksic és Podgorica felé. Benne a vízen még látszik a két kis sziget Peraszt előtt. Niksic előtt néhány kilométerrel egy csodás tóvidék. Látszanak a havas hegycsúcsok. A tengerparti 20 fok, most már csak 16. Egyre melegebben kell öltöznöm. Montenegróból Szerbia felé. A Muracsa kanyonján keresztül megyek. És lesz ez még döbbenetesebb is. Az épülő autópálya így jön. Muracsa kanyon, Montenegró egyik legszebb folyójának kanyonja, Podgoricától északra. A Tara után Európa második legmélyebb kanyonja. S mindkettő Montenegróban. A közel 100 kilométeres, különletesen szép úton a gyorsabb közlekedés még a török időkben készült alagutak hideg segített. A szerbiai határ átlépése után elkapott egy özönvízszerű eső vízátfolyások. Miközben arra szolgattam, Nuro Priapoliében a sötétben meglátott, utána jött és bevitt egy panzióba, Uzsice előtt 100 km-re. Nuro meglátott az esőbe, és nem engedett tovább. Itt vacsorázunk egy út melletti étteremben, ez a kupusz. Szerbisz a kupusz. Kupusz. Ez pedig a csorba, tulajdonképpen tele van füstölcsülökkel. Nagyon finom, eredeti kaja. Mindegy. Ezt a kupuszt, ezt inkább salátaként teszik, azt mondja Nóra. Azért a srácokkal másnap már együtt reggeliztünk. Szomorkás búcsú, szomorkás idő. Aztán elindultunk az atól. Dél-szerbiai szállásomtól a mai nap 700 km gyűltem volt. De a többiek is 600 körül. Senkinek nem volt kedves szállás keresni. Tartsatok velem legközelebb is egy közeli vagy távolabbi. Szevasztok!